Sziasztok! Ismét jelentkezünk a 21 podcasttal, Árpival. A múltkor egy kicsit abban uh, abba maradt a Pogácsa Zoltán féle videóra való reagálásunk, mert kifutottunk az időből, de egy pár téma kimaradt, úgyhogy ezt gondoltuk, hogy most bepótoljuk. Van itt három nagyobb rész, amiről nem beszéltünk, ugye a, említette a hagyományos Értelmes dolgot nem lehet a Bitcoinnal csinálni, erre szeretnénk reagálni, illetve a CBDC-re is, ami felé terel. Meg egy kicsit még El Salvador kapcsán mondanánk pár szót. Mi maradt még benned benne ről ezzel kapcsolatban? Hmm, lehet, hogy kezdhetnénk az El mert ott hagytuk abba a témát, hogy hogy mondott egy ilyet a polgű, ezt megpróbálom idézni, bár nem szó szerint, de ezt írtam ki belőle hogy a Bukele vásárolt állami pénzen bitcoint, és egy bizonyos ponton óriási veszteségen állt. És persze lehet mondani, hogy lehet, hogy fejjebb fog menni az árfolyam, de ezt a pénzt az állam nem tudta elkölteni oktatásra, meg egészségügyre, és nem nagyon segít, hogy hosszú távon emelkedhet is az árfolyam. Nekem ez ez, ez úgy nem kerek, ahogy, ahogy van. Mhm. Uh -huh. Ponton is szerintem baromság ezt mondani, hogy hogy ezért felelőtlen dolog egy, egy ország elnökeként, vagy bármilyen vezetőjeként az ország nevében bitcoint venni. Te mit gondolsz? Hát figyelj, én úgy látom, hogy ugye El Salvador naponta vásárol egy bitcoint, a treasury -e, uh -huh. az államkincsára. És ez ha tegnap jól láttam a statisztikákat, most ezzel a nagy zöld a meneteléssel, ami itt pont tegnap, meg tegnap előtt, meg így az elmúlt egy héten volt, 3,5%-ra hozta föl a GDP arányában a bitcoin készleteit. Hmm. Tehát nem volt ez rossz döntés, ugye hmm, posztolt is egy, egy olyat, hogy, na ugye megmondtam. <laughs> <a tisztelet. gül> ezt nem tudom, ez két órán belül 54 ezeren lájkolták, lehet azóta már sokkal többen. Revansot vett az IMF-en, revansot vett mindenki, aki azt mondta, hogy ez hülyeség. Nyilvánvalóan a bitcoin ugye volatilitásánál fogva vannak olyan időpillanatok, amikor egy kicsit szarabbul mutat egy, egy portfólióban, így állami szintről nézve, de ezek időszakok csak, tehát hogy ez mindig fölmegy, tehát mindig van magasabb uh, ár, a, a, ami a vásárló értékét képviseli. Tehát ez is egy ilyen időszakos ár volt, ezt meg lehetett lovagolni, akkor uh, most akkor nézzük meg ma az árfolyamot, ugye dollárba kifejezzük, akkor már ilyen 90-et nyaldossa, és... Uh, Hát most nem, nem gondolja senki azt, hogy hülyeség volt. Én úgy gondolom. Hát ha csak nem az, aki azt gondolja, hogy lehet, hogy holnap meg mit tudom én, tízezer dollár lesz a bitcoin hirtelen. Hát és jó, az, persze. És azt már lehet veszteségnek nevezni szerinte. Mert hogy ugye, tehát uh -huh. a veszteség az, amit realizálsz, nem? Tehát akkor lenne veszteség, ha eladta volna, de hát igen. Amikor zuhan a bitcoin, akkor aki pánikol, az adja el, és akkor az lehet, hogy veszteséget szenved el, de a türelmes befektető, meg aki tudja azt, hogy hogy ez többet ér, akkor nem pánikol be, nem adja el, és akkor nincs veszteség. Szerintem ő is ugyanúgy kezeli, mint bármilyen bitcoiner, tehát megtakarításként, csak hát állami szinten. Nyilván egy állam, egy nemzetállam sokkal magasabb szinten tud megtakarítani bitcoin. Uh -huh. Tehát ugye klasszikus dollar cost averaging, minden nap vásárol egy bitcoint, más a pénztárcája, mások az árbevételei egy államnak. Egyébként mm, nem akarom lelőni a point, mert lesz erről majd még egy ö, adásunk, hogy mi is történt itt a napokban, de ugye látni lehet, hogy, a, hogy mindenki pluszban van. Tehát aki eddig vásárolt bármelyik időpillanatban bitcoint, az mindenki totális pozitívan áll. Ezt egyébként, hogyha visszavezetjük korábbi időpillanatokra, és úgy vizsgáljuk meg a grafikonokat, akkor arra is mindig el lehet mondani. Tehát mindig van egy följebb. Ki kell várni, ki kell várni ezeket a, a bear és tárazni a bitcoinból még többet. Hmm. Tehát ugye El Salvador tipikusan mutatja jól a példát, hogy ez, ez hosszú távra van kitalálva. Tehát nem arra, hogy, hogy mikor adod el. Igen, nem, mert, mert az az érdekes még szerintem abból, el. amit mondott a Pogi ezzel kapcsolatban, hogy, hogy de ezt a pénzt az állam nem tudta elkölteni oktatásra és egészségügyre hogy ezek szerint ő azt üzeni ezzel, hogy hogy az állam ne takarítson meg, hanem csak füstölje el, amilyen van, amikor csak lehet. És jellemzően tudjuk, hogy az államok szeretnek oktatásra és egészségügyek uh -huh. költeni. Persze, ez nagyon hát nézd, szerintem ez oktatásra azért lett elköltve, mert hogyha egy állam a népével, vagyis hát egy, egy, egy kormány a népének ezt ajándékba odadja, vagyis hát, hogy mondjam, jól. Az elszalvadoriak tudják, mi a bitcoin, tehát ők megtanulták. Tehát ezt fel lehet fogni egy, egy oktatásnak. Tehát fel lehet fogni annak, hogy felelősséget oktatott az állam, az állampolgároknak hiszen megismerkedhettek a bitcoinnal, megismerkedhettek a megtakarítással, ami már a fiat világban egy kiveszett fogalom volt. Hmm. Tehát ilyen szinten szerintem ezt egy oktatás mellé is lehet írni. Ugyanúgy egészségügyi vonzata is vannak, hiszen ha az ember megismerkedik ugye a szűkösséggel, akkor tudja, hogy csak a saját ideje és a bitcoin szűkös ezen a világon. Tehát onnantól kezdve, hogy ez a kettő dolog szűkös, akkor az időmet úgy tudom kitolni, ha egészséges maradok. Tehát kötelező belemennem és egészségesen élni. Én... Tehát lehet, hogy... Uh -huh. nagyon mélyen érintem, de szerintem a bitcoinnál jobb oktatás nincs. Meg kell nézni azokat, akik a bitcoinnal foglalkoznak, hogy mennyi mindent tanultak a bitcoinon uh -huh. keresztül a világ működéséről, nem? Igen. Tehát mennyi mindent tanultunk a közgazdaságtanról, a pénzügyről, nem? A pszichológiáról, uh -huh. az egészségről, az értékről, nem, nem tudom mennyi példát lehetne még erre felhozni. Szóval ja, szerint én, én ezzel nem értek egyet, de hát... Uh -huh szíve joga mindenkinek más állásponton lenni. Akkor megnézzük azt, hogy hagyományos, értelmes dolgot nem lehet a bitcoinnal csinálni. Ezt ugye az előző adásban említetted, csak aztán közvetlenül utána volt, hogy hogy viszont sok kriminalizálással kapcsolatban van, és akkor inkább arra mentünk el, és ki, uh -huh. kimaradt ez a téma, ami ami szintén nem lényegtelen, és egy visszatérő ellenérve a szkeptikusoknak a bitcoin ellen, hogy nincs értelme, meg társadalmi haszna. Igazából uh -huh. ezt szokták felhozni. Én úgy gondolom, hogy ha a piac ezt, a bitcoint ennyire beárazta, akkor bizonyára van, akinek ez érték. Uh -huh. Tehát ez a rendszer maga az érték, hiszen az energiához kötött pénz az nem lehet más, mint érték, és uh, nyilván ez visszacsatolás, vagy, vagy saját magával magyarázna a definíciót, de, de hát ez ilyen, ez egy önbeteljesítő jóslat, és közben egy csomó szemet kinyit, hogy uh, egy olyan rendszert működtet, ami, ami teljesen a fizikai törvényein alapul, tehát teljesen fizika, matematika nem lehet... Uh, hatalommal pénzt előállítani, mint ugye eddig lehetett a fiat világba. Tehát megtöri uh -huh. ezt, a mát, ezt, a, ezt a körforgást, hogy a hatalommal vettek pénzt, hiszen ugye a hatalommal a pénznyomtatás közelébe tudnak kerülni az államok, de most már ebből nem tudnak nyomtatni. Tehát a bitcoin az felelősség teljes működésre kényszeríti az államot is. Tehát a, a kormányoknak egy bitcoin standardbe nem lehet költségvetési hiányt produkálnia. Hiszen ha elfogy, elfogy. Tehát felelős gazdálkodásra ösztönöz mindenkit, aki használja. És ennek van társadalmi haszna? Hát, hogy, hogy hmm. Persze, de hát nyilván. Tehát te, te kérdés, az, az, az állam lehetőséget. Kell, kell, hogy legyen társadalmi haszna, és ezt a piac beárazza, ugye minden annyit ér, amennyit adnak érte. Jelenleg egy bitcoinért közel 90 ezer dollárt adnak. De nyilván ez majd változik. Persze. Ugye most <laughs> nagyon komoly bull market előtt gondolom, hogy vagyunk. Uh -huh. Szereti a befektetési környezetet, a befektető stabilizálódott. Szerintem még ez a, a bitcoin használhoz még szerintem talán érdemes elmondanunk, igen, hogy most említetted azt, hogy talán az a szómája ennek, amit mondasz még, nem, hogy, hogy, egy, hogy egy, jó érték tárolónak minősíti a piac a bitcoint, és most azért fektetnek intézményi, meg talán nemzetállami pénzeket is vele, tehát értéktárolóként jól, jól funkcionál, és több, több szempontból jobb, mint az eddigiek, mint például az arany. De a korábbi adásainkban ebbe mentünk vele részletesebben. Meg ugye egy cenzúrázhatatlan fizetőeszköz. Bárki a világon, bárkinek tud vele fizetni, úgyhogy senki nem tudja ebben megakadályozni. Lehet, hogy ez nem értékes mondjuk egy ideálisan működő demokratikus államban, meg társadalomban, de nagyon sok országban a Földön mondjuk diktatúra van, meg rengeteg ember nem fér hozzá banki szolgáltatásokhoz, és igenis számukra felbecsületetlen értéke van egy ilyen fizetési rendszernek, meg fizetőeszköznek, ami ami felruházza őket azzal, hogy, hogy szabadon transzaktáljanak azzal, akivel akarnak, és ebben, ebben egy diktátor sem tudja megakadályozni őket, vagy akár egy nagy hatalom sem tudja szankcionálni, mondjuk egy másik nagyhatalomnak a fizetéseit. Igen, pont ezért mondják gyakran, ugye hogy a bitcoin az az ellenségek pénze is. <laughs> Hiszen ugyanígy a szankciók, ami manapság olyan nagy divat itt a nyugati féltekén, hogy ugye szankcionálunk országokat, mert más nézeteket vallanak. Pont ezek a kizárt országok, ebből a keringésből kizárt országok érdekelheti, ez ugyanúgy mint a magánszemélyek szintjén. Ugye például volt Kanadában ez a kamionos tüntetés két éve, uh -huh. amikor, és, és ugye ott is az volt, hogy az állam befogyasztotta a tüntetők bankszámláit, ami addig példanélküli volt Kanadában, és utána kezdtek el ezek a tüntetők bitcoinban adományokat fogadni. És így tudták maguk alá gyűrni ezt az elég undorító kezdeményezést. Tehát akkor nekik értékes volt a cenruzórázhatatlan tranzakció. Meg biztos, hogy még nagyon sok embernek értékes lesz. És ja, hát igen, ez a kényelmi szintől függ, hogyha valaki megszokta az itt a nyugati világban a kényelmet, akkor neki ez nem elsődleges szempont. De például egy afrikai országban, vagy egy közelkeleti országban, vagy, vagy bárhol más, vagy dél-amerikai országban, ezek nagyon fontos szempontok, és azért a világ elég jelentős része él ezekben az országokban. Jó. Ja, ja. Volt még a CBDC, ami, ami szintén kapcsolódik ehhez is, meg a bitcoinhoz mindenképpen. Ugye beszéltük, hogy nekünk ez jött le, hogy nagyon-nagyon e, e felé hajlik, hogy a CBDC felé tereli a Igen, a ki is éleményt. mondta konkrétan ebben az előadásában, hogy két, két irány van a jövőt tekintve, így pénzügyileg, hogy vagy elmegyünk a kriptók felé, már így társadalmilag, amit úgy fogalmazott, hogy ez teljesen piaci fundemest fentalista nézet, vagy ugye a másik irány, hogy a digitális jegybank pénzzel visszamegyünk oda, hogy a pénz nagy részét az állam kontrollálja, mert hogy most ugye, azt is elmondta az előadásban, hogy most az a probléma egy része, hogy a, az újonnan kibocsátott pénz nagy részét a kereskedelmi bankok bocsátják ki, és hogy a megoldás az lehet, hogy még nagyobb kontrollja legyen a pénzkibocsátás fölött a, a egybanknak, jegybanknak, és a CBDC segítségével, a digitális egybank pénzek segítségével visszavenni az állam a pénzkibocsátás egészét, és így totálisan tudná kontrollálni akkor azt, hogy most mekkora legyen az infláció, vagy a recesszió, akármi. Mm. és másrészt meg meg lenne az az előnye, hogy a polgároknak lehet közvetlen számlája a jegybanknál, aminek mondjuk nem tudom, mi előnye van, de, de ezt így opta, hogy tök jó. Hát a kontroll az előnye. Te, Te hát... akarsz egy banknál közvetlen bankszámlát? Nyilvánvalóan. Az ilyen centralizált <laughs> dolgokban a kontroll az előny. Hát ugye ez, ez is felveti azért a bankszektornak így, azt, hogy ő vajon érdekelt lesz -e egy CBDC uh -huh. mellé beállni. Ugye, vagy inkább érdeke lesz nyomni a bitcoint. Mert most itt a kriptóktól tekintsünk el. Ugye a kriptó az egy nagyon nagy gyűjtő fogalom, és azt már többször kifejtettük, hogy a többségében, 99%-ában ez valamiféle scam, ami mögé a kriptókat mögébe bújnak. Tehát itt, amikor kriptót emlegetnek, szerintem itt a bitcoinra gondolnak, főleg hiszen a bitcoin az egyetlen olyan erő, amivel lehet számolni, így a cbdc ellen. Csak nem veszik a szájukra? <gül> <gül> Nyilvánvalóan nem, hiszen az is gyengíti a bitcoint, hogyha kriptót emlegetnek. Mert akkor be lehet csalni a, a szerencsétlen tudatlanokat. Abba az ilyen csalásokba, és akkor megégetik magukat, és levonják a hamis konzekvenciát, hogy ó, hát a az hülyeség. Valóban egyébként ez nem is hamis, mert a az hülyeség, de a bitcoin ugye nagyban különbözik a kriptóktól, de ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a decentralizáltsága miatt nincsen, nincsen valaki, aki ezt meg tudja állítani. És csak hogy folytassam még az előző gondolatmenetet, tehát itt a kereskedelmi bankok, akik eddig élvezték az előnyét a pénzügyi rendszernek, szerintem nem fognak fejet hajtani egy CBDC előtt. Nem fogják azt mondani, hogy köszönjük a játékot, akkor mi egy kicsit hátralépünk, és akkor nem tudom, kitalálunk magunknak valami új dolgot. Szerintem a bank szektornak érdeke lesz az, hogy kulcsokat őrizzen, tehát hogy valamilyen szinten belesimuljon ebbe a bitcoin ökoszisztémába. Tehát nyilvánvalóan egy darabig menni fog ez a hibrid irány, aztán az, hogy a távoli jövőben mi lesz, azt az, az nehéz megmondani. Minden esetre én nem abban látom a jövőt, hogy itt a központi banki digitális pénzek felé menjünk, bár <coughs> ugye a kínai minta azt mutatja, hogy ezzel nagy populációkat lehet könnyedén kontrollálni. Én szerintem megvan az emberekben az a szabadságigény, hogy, hogy ne hódoljanak be egy ilyen pénzügyi manipulációnak, amit, amit for ellenük Persze lehet mondani, hogy ez milyen jó lesz, meg még mindenki megkapja majd a kis havi ellátmányát a maradásért, de hogyha ennél az ember tovább lát, és, és nem csak egy lépést előre gondolkodik, meg kettőre, akkor beláthatja, hogy ha ezt egyszer elfogadja így a lakosság, akkor onnantól... Nincs visszaút, uh -huh. bement a csapdába. Itt Európában még eléggé kétesélyes ez a dolog. Ugye látjuk, hogy az amerikai választásoknál ott bitcoin igéreteket tevő elnökjelölt nyert, tehát ott Igen. Meg, meg tett olyan igéretet a Trump egész konkrétan, hogy, hogy amíg őt látjuk addig Amerikában, biztos, hogy nem lesz digitális jegybankpénz, uh -huh. tehát ott úgy tűnik, hogy eldölt ez a, ez a csata. De azért Európában itt még eléggé kétesélyes a dolog, és sok múlik rajtunk, sok állampolgárokon, hogy, hogy mi nekünk mi a véleményünk, mennyire vagyunk tájékozottak ezzel kapcsolatban. Igen. Hát a közeljövő eseményei mindenképpen nagy ö, hatással lesznek majd erre, hogy merre megy Európa, meg melyik azok az államok, amik ezen mentén most bedőlnek. Ugye láthattuk, hogy a, a német kormány, nem tudom, 53 ezer dolláron adta el azt a te mennyiségű Bitcoin ami volt neki. Uh -huh. Hát most ők realizáltak egy közel 1 milliárd eurós veszteséget azóta. Nem tudom, ez pár hete volt. Vagy hát végül is elestek egy profit lehetőségtől. <hállal> Na, mi? Olyan pénzem, olyan pénzt kaptak, amit maguk is elő tudnak állítani. Hmm. Nem tudom. Szerintem nem volt a legokosabb döntés. De, Igen. de valószínűleg nem a legokosabb döntést akarták meghozni. Hanem csak minél gyorsabban ilyen pénzhez jutni. És elkölteni egészségügyre, meg oktatásra valószínűleg. Hát ki tudja, nem tudom. Szerintem Európa, ez fog jó van -e ejtve. Hmm. Na jó. <laughs> Nem menjünk nagyon mélyre. Ja, szerintem most jó, ha ezt lekerekítjük, és akkor úgyis jövünk a, a normál következő epizóddal egy pár napon belül. Így van. Jó, köszönjük a, a megjegyzéseket, meg a kommenteket a videóink alá, nagyon jó esik, mert így tudjuk, hogy mi az, ami érdekel titeket, úgyhogy máskor azokra jobban tudunk majd fókuszálni. Úgyhogy köszi szépen a figyelmet, sziasztok, jelentkezünk. to цисток.